Legalább 8 ember meghalt az Egyesült Államokban, Pittsburghben, amikor fegyveres támadás érte egy zsinagógát. Többen megsebesültek, köztük 4 rendőr. Egy támadót megsebesített és őrizetbe vett a rendőrség. Az életfája zsinagóga a város Squirrel Hill negyedében található. Itt él Pittsburgh zsidó lakosságának több mint fele. Donald Trump amerikai elnök együttérzéséről biztosította a pittsburghieket. Ugyanakkor a sajtónak arra a kérdésére, hogy az eset kapcsán nem változott-e a véleménye a fegyverviselésről. Azt válaszolta, szerencsésebben alakulhatott volna a történet, ha a zsinagógában tartózkodóknál is vannak eszközök, amelyekkel megvédhetik magukat. Körülbelül 100 hívő lehetett a helyszínen, amikor a lövöldözés elkezdődött. A zsinagóga volt vezetője azt mondta, semmi nem jelezte előre a támadást. Nagyon megrázott ez az egész, mondta Michael Eisenberg. Amit a hírekben látok, ezek a bomba támadások, és ami most nálunk történt, látni ezt a sok rendőrautót. Örülök, hogy a támadó már őrizetben van. Imáimat küldöm ezeknek az embereknek. Ők az én közösségem. Én is minden szombaton itt vagyok. Az amerikai sajtó a támadót Robert Bowers néven azonosította. A hatóságok még nem nyilatkoztak arról, volt-e társa a férfinak.